A szombati napon elsőként Frank és zenekara borította fel a színpadot egy kis popos rock'n'roll-al. Torma Gábor, azaz Frank korábban a Queen Bee és a Hiperkarma együttesekben is zenélt. A Budapest Bárral már járt nálunk, saját zenekarát azonban először hozta Vajdaságba. Most már így jól számolom, a feldolgozás lemezzel együtt azt hiszem öt lemezt csináltam, amik hát így összefoglalva kicsit rock and roll, kicsit pop, kicsit chanson, kicsit jazz, kicsit minden. Tehát azokat a zenéket, amiket itt szeretek, azt így egybegyúrva kicsit egy ilyen poposabb, de ugyanakkor rockosabb hangzásba. Este 10 órától Szena mutatta meg, hogy nem csak kiváló énekes, hanem a zenekar a frontembereként is megáll a színen. Akik pedig bírták a néha szemerkélő esőt és a kissé hosszúra nyúló zenementes szüneteket, azoknak Dr. Máriás és zenekara, a Tudósok játszotta a talpalávalót az este utolsó fellépőjeként. Mindig a legnagyobb örömmel, szeretettel jövünk a Vajdasági Magyarság körébe fellépni kedvenc pácienseinkkel, kultúrakedvelő barátainkkal, újabb tapasztalatainkat és vívmányainkat megosztani. Itt zsírosabb a föld, vidámabbak az emberek, súlyosabb az étel és üdítőbb az ital. Itt mindig különleges élmény fellépni, általában jó, úgyhogy a Dombos Fesztivál viszont a legjobb élmények közé tartozik. Itt már voltak nagyon vidám, hosszantartó táncos koncertjeink. A fesztivál igazán sötétedés után kezd életre kelni. A koncertek mellett a löszvarázs, vagyis a domboldalra vetített fényfestészet a csöpségektől kezdve az idősekig bárkit elvarázsol. A szervezők elmondták, hogy bár volt vihar, a löszvarázs idejére eddig kíméletes volt a klíma. Eddig az időjárás nagyon kedvezett nekünk, hogy azt mondjam, tehát hogy a szúnyogokat leszámítva semmi más nem gátolta a szórakozást. Családias hangulatban zajlott, tehát rengeteg ismerőssel összefutottam én is, és mindenki más, tehát hogy itt azért Vajdaság apraja nagyja megfordul a Dombosfesten. Este is löszvarázsral és a Góbi, majd a Parnogreszt együttesek koncertjével várják a szórakozni vágyókat.